A koronavírus járvány harmadik hullámának letörésével új időszak kezdődik, jelentette ki a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a Kossuth Rádió vasárnapi újság című műsorában. Dömötör Csaba azt mondta, a kormány azt szeretné, ha Magyarország győztesen kerülne ki ebből az időszakból, ehhez a fő kérdésekben pedig egyetértésre van szükség, ezt szolgálja a héten elindított nemzeti konzultáció. A héten már több háztartásba is megérkeztek az új nemzeti konzultáció kérdőívei. A posta július végéig 8 millió példányt kézbesít. A kormány 14 kérdésre vár választ a magyaroktól. Ezek között az első, hogy szükséges-e megerősíteni Magyarországot most, amikor a járvány miatt új kihívásoknak kell megfelelni. Emellett többek között a minimálbér 200 ezer forintra emeléséről, a nyugdíjak és a munkát terhelő alacsony adók alkotmányos védelméről, a klímaadóról, a gyermekek védelméről és a migrációról szóló kérdésekre is várja a kabinet augusztus 25-ig a válaszokat postán és hamarosan az interneten keresztül is. A koronavírus járvány harmadik hullámának letörésével új időszak kezdődik, jelentette ki a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a Kossuth Rádió vasárnapi újság című műsorában. Dömötör Csaba azt mondta, a kormány azt szeretné, ha Magyarország győztesen kerülne ki ebből az időszakból. Ehhez a fő kérdésekben egyetértésre van szükség. Ezt szolgálja a nemzeti konzultáció. Egy olyan korszakban lépünk, ahol az országoknak egyszerre több kihívással is szembe kell nézniük. Gazdasági problémákkal, járványokkal, környezetvédelmi terhekkel, migrációs nyomással. És azok maradnak talpon, azok az országok erősödhetnek, akik ezek együttesen jó válaszokat adnak. Egyetértést kellene létrehozni a magyarok között a tekintetben, hogy mire készüljünk föl. A nemzeti konzultáció legfőbb kérdése, hogy milyen világra készülünk, jelentette ki pénteki rádió interjújában Orbán Viktor. A miniszterelnök hozzátette, az, hogy hogyan rendezzük be, hogyan erősítsük meg Magyarországot a következő években, attól függ, hogy milyen válaszokat adnak a magyarok erre a kérdésre. Hangsúlyozta, ő azok véleményét osztja, akik szerint a világ a járvány után már nem lesz olyan, mint amilyen korábban volt. Én azt gondolom, hogy veszélyesebb világ jön, mint ami volt. Ezt tudomásul kell venni, nem dughatjuk homokba a fejünket, föl kell készülnünk a veszélyek korszakára, és meg kell erősíteni Magyarországot azokon a pontokon, ahol egyébként a nemzeti konzultáció kérdéseit megfogalmazza. A kormányfő ilyennek nevezte a migráció kérdését is. Hangsúlyozta, szeretné, ha megerősítést kapna a nemzeti konzultáció révén, hogy Magyarország továbbra is szilárdan tartson ki a migránsok befogadását elutasító álláspontja mellett.